Jól értettem? 5 rugóval már lógsz. Erre föl most újabb adagot kérsz? Úgy van. Jó, mondj egy jó okot, hogy miért ne utasítsalak el. Amellett, hogy komoly fájdalmat tudok okozni, nyilván szeretnéd megkapni az 5000 dollárt. Elfogyasztottad, amit el kellett volna adnod, és elmentél bulizni a csajokkal, igen? Igen? Ide hallgass, elárulom, hogy... A fene. Pedig nem akartam összemocskolni a kezem. Rázzuk fel a csókát. Itt van, főnök. És 5 perc alatt készen van. Te akartál nekünk fájdalmat okozni? Akkor most tapasztald meg, hogy mi a fájdalom. Pacific Blue. Jim Davidson, Dózsa Zoltán. Paul Atreides, Kis Virág. Darlene Vogel, Götz Anna. Shanna Mokler, Solecki Anka. Jeff Stans, Markovics Tamás. Amy Hunter Cornelius, Zsigmond Tamara. Mario Lopez, Zámbori Soma. A mesés Hawaii. Első rész. Két önkéntest kérek, aki eljön McNamarával és velem egy 5 napos vidéki kiképzésre. És Kelly tiszt is elutazik? Nem, ő lesz az ideiglenes parancsnok. Értem. Gratulálok, Harper. Lemaradtál egy fizetett nyaralásról. Mi az úti cél? Maradjunk annyiban, hogy ott most kánikula van. Július közepén még Iowában is kánikula van. Nem talált. Nem Iowa. Nem megy, a jövő héten lőgyakorlatom lesz. Cruz Granger, kezed fel. Elfogadom. Ti jöttök. Nagy. Én a tanítás esküt ellensége vagyok, arról nem is beszélve, hogy utazni is utálok, úgyhogy... Ó, de kár. Pedig azt hittem, hogy egy oahui út feldobna. Oahu? Korán indulunk. A Hawaii Hiltonban szállunk meg. Aludjátok ki magatokat, lelépni. Ó, vagy inkább aloha? Aloha! Kora reggel itt találkozunk egyenruhában, tiszta bringánkkal. Ó, kora reggel. Az mennyi? 9, 10, vagy esetleg dél? 6. Reggel 6. Addig szabadok vagytok. Van programterv? Hát persze. Útközben már megbeszéltük. Hol is kezdjük? A Polinéz Múzeumban, aztán jöhet esetleg a könyvtár, történelem, meditáció, kultúra. Ne feledjétek, ha óvadékot kell értetek letennünk, akkor... Nem is ismerünk titeket. És ti ketten? Ti mit terveztek? Micsoda kérdés. Kultúrát? Ó,
away from here. A storm is on the rise. The pressure drops, the center clears. A single sightless eye. How long was I asleep inside the dream I call my home? Awaken now, return to me. The ocean claims its own. Jó ember! Bocs, nem láttam. Az jó, mert ha szándékos lett volna, akkor meg kéne ölnöm. Hé, bocsánatot kértem. Igen? Hát az nekem nagyon kevés. Ó, kaikakuya, kekakó, tajakó! Mi volt ez? Ősi havajátok. Maga jött nekem. Tényleg? Hoha, jól vagy? Igen, semmi baj. Csak ismerkedem az aloha mentalitással. Bocsánat, azt hittük, hogy csak a miénk az óceán. Azt láttam. Megpróbáljuk jóvá tenni. Meghívom egy májtájra. Aloha! Élvezze az átkot. Átkot mondott? Jelentős kulturális megfigyelésre tettem Seth Cruz testvér. Mi az, Granger testvér? A Hawaii és a kontinensen élő nők között számos a hasonlóság, ha eltekintesz a különbségektől. Tényleg? Nagyon úgy gondolom, hogy igen. Ennek tetszem. Te? Íras fel szemüveget. Várd ki a végét. Szia, Velvet vagyok. Táncoljak nektek? Kulturális kötelességem nézni. Chris, te mondtad, hogy nincs kedved jönni, és hogy nem ártana egy kicsit külön lennünk. Ez nem nyaralás, mi itt dolgozunk. Fájdalmaim vannak, leégtem, és egy csóka megátkozott a vízben. Szörföztünk. Én csak egy órát. Kori jól van. Nem. Russ és Bobby rövid pórázon vannak. Bíz bennem. Különnek tűntök a szokásos nyelvcsorgatóknál. Szabatiszták vagyunk, legalábbis én. Azt látom. Sőt, te vagy a férfi, akire egész életemben vártam. Ó, igen. Nagyon örülök. Ne fordulj meg. Holnap lesz a találka. Mennyi idő kell tesztelni? Tesztelni? Ja, 24 óra elég? Lehetne 48? 36. A Nalu-Nalu-ban, holnap délben, hozd el a pénzt, amit letétbe kértünk. Majd elfelejtettem, a kontinensen is lesz egy kis dolgotok. Chianaga szerint, ha meglátod a Saomát, megismered. A képe fekete, mint akkor. Jó mulatást. Láttad a fickót? Miféle fickot? Én mondom, ez narkó ügylet volt. Láttad a szemét? Nem is néztél a szemébe. Te nem néztél a szemébe. Világos zöld volt, mint a tenger. Ó, haver, szerelmes lettem. Ne erre. Én komolyan beszélek. Ajánlatot tettek egy tranzakcióra. Nagyra. Találkáról beszél, tesztelésről, letétről, meg... Hé. Hey. Követnek minket. Tudja már. Hey. Összekevernek minket valakivel. Az a striptease táncos nő kacsintással jelzett nekik, nem láttad? Hé. Nem striptease, hanem egzotikus táncos, és neve is van. Ja, Velvet. Halló! Melegszik? Forró? Forró! Gyerünk, srácok! Uraim, ha mókát akartok! Gyertek elő!
Lenis! 4-ből 4. 4-ből 4. Lazíts már, a társamnak a kiképzésről kell elrángatni a hadnagyot. Örülj, hogyha egyáltalán eljön. És azt hogy csinálja? Felkerekezik az épület falán? Folytassuk, amit tegnap félbe hagytunk. Én benne vagyok, intézzük el! Hé, ha nem hagyjátok abba, mindketten a laguna vizében köttök ki. Elnézést, hölgyem. Jó napot, hölgyem. Micsoda szöveg? Modornak nevezik. Szia. Bobby Cruz. Már hallottam rólad. Cruz! TC, végre! Ki itt a főnök? Claire Keane, Oahu titkos ügynök. Pete Young, Matt Coe és Buck Bell rendőrtisztek. Örvendek, de ha nem tud valami jó indokot, hogy miért van szükség az embereimre... Én tudok! Nocsak, nocsak, a szörfös ismerős. Ne is mondja. Rick Ekau őrmester, a részlegparancsnoka. Milyen a szigeten? Maradjunk annyiban, hogy nem leányálom. Helyes, hat az átok. Átok? Milyen átok? Megátkozta magát. Volt egy kis balesetünk, eltörtem a deszkáját. A kedvencét? Bátor ember. Mire kellenek az embereim? Besétáltak egy titkos akcióba. Összetévesztették őket két drogkereskedővel. A sziget legnagyobb Batu csempész hálózatának a felgöngyörítésén dolgozunk. Batu? Jég. Vegy tiszta kristály metadot. Csak még jobb. Ahogy itt minden. 4 hónapja dolgozunk azon, hogy elkapjuk a fejest. Úgy van, az emberei rosszkor mentek be abba a striptease bárba. Hanem kultúra, tudom. Szeretnénk, ha folytatnák az alakítást. Mit szól? Az kizárt. Kelevé hadnagy, Oahu hálás lenne az emberei közreműködésért. Én is hálás lennék. Annyira, hogy elnézést kérjen a tegnapiért. Begurultam. Sajnálom. Annyira, hogy feloldja az átkot. Soha nem oldottam fel még átkot, azt se tudom, hogy lehetséges-e, de beszélek a bahunámmal. Nyerünk! Kamura őrmester. Clayton. Clayton. Kár, hogy Kelevé hadnagy nincs itt. Lazítson, Cori. Ön remek kiképző. Köszönöm, de azt hittem, hogy ekkorra már megjön. Biztos az átok miatt. Erről honnan tud? Kicsi a sziget. Rendben. Csak tudja, Tiszti a legjobb, pláne ha újakat kell toborozni a bringás egységbe. Én már vevő vagyok rá. 4-szeres oahuai hegyi bajnok vagyok. Őket beszélje rá. Ezt figyelje. Hát, ha ez meggyőzi őket. Illetékes, legyen szíves. Látja azt a hölgyet? Igen. Mondja meg neki, hogy bármire, amit a boltban kiválaszt a vendége. Hogyne, Mr. Shane. Válaszom bármit, ami tetszik. Ó, nem, köszönöm, csak nézelődöm. Ajándékba kapja. Ingyen.
Ajándék? Öntől? Nem tőlem, Michael Shane-től. Cory! Hey, Cory! Végre jóban vagyok a helyiekkel. Feloldották az átkot. Tízdi, fura dolog történt. Egy fickó a Tiffany-ban. Kicsoda? Meg akart ajándékozni. A Batu Filipino név. A japánok fejlesztették ki a 40-es években. Ezt adták be a kamikaze pilótáknak. Meg banzáj előtt. A koraiak meg a haditengerészeknek. A háború túlélének az átlag életkora 34 volt. Infarktusok, szívrohamok. Ehhez képest a Speed olyan, mint egy aspirin. Ne hagyjuk, hogy eljusson a kontinensre. Gondolod, megnyerhetitek ezt a harcot? Ha elhiszed, hogy vesztettél, akkor vesztettél. Nicky Van, a bárból. Az egyik főterítő. Ez szép, de nem ő a nagyfőnök. Nem, azt így kapjátok el. Nicky futárnak nézett titeket. Mázli, hogy Samoának tűnsz. Samoának? Lincoln Hayes, latin vagyok. Kapura jött a segítség. 5 rugó, készpénzben. Tudjátok, hol kell elkölteni? A Nalu-Naluban. Mit jelent az a Nalu-Nalu? Nagy hullámot, vihart. Szörf volt az északi parton. Hé! Azt hittem, már nem jöttök. Csak ugratsz. Igazad van. Hé, srácok, bemutatom Cápát. Aloha! Rendben. Te vagy Woody. Akkor te meg Umu. És hogy hasítasz? Mi? A hullámokon. Szörfözöl, nem? Ha van mém hasítani. Csienega mondta, hogy ellenőrizzem. Megteszem. Csak az a baj, hogy a deszkámat otthon hagytam. Az nem gond. Tessék! Próbáld ki az Amakuát. Deszkára. Aztán nyakig benne vagyunk. Miért nem mondtad, hogy kiment a térded? És te miért nem? Most jutott az eszembe. Tudsz egyáltalán? Nagyon remélem. Ez megnyugtató. Csienegának igaza volt. Lenyűgöző. Legközelebb szedek belépődíjat. Tartsd meg. Korai ez még, tesó. Hidd el, tetszeni fog. És hogy nyereséges lesz ez a Hawaii kirándulás, igaz csak? Ja. Ez a mi? Hé, nyugi. A biztosíték. Ha netán összetörne. Helyes. Jogos. Nicky másfél napot mondott. Pontosan. Mahalo. Hol tanultál meg szörfözni? Pakoimában. Ez lehet az? Igen, de engem meglepne, hogyha nem ebben lenne a Batu minta. Ne. Nem látod, hogy nem érek rá? Kérte, hogy tájékoztassuk. Valami gond van? Nincs. Majd, ha végeztem, beszélünk, oké? Okay? Viszlát! Rendben. Rendelünk még italt, oké? Okay? Igen. Jó. Oké, a balhé. De 36 órát várnunk kell. Mennyi időbe telik a Batut tesztelni? Szakértőnek nem sokba. Ez neked válasz?
Szörfösök, nem vegyészek. Profi futárok. Ez a legsimább fuvarunk. Azt hittem, örül. Fogalmat sincs, hogy minek örülök. 24 óra. Sajnálom, hogy nincs itt az egész. Le akartalak nyűgözni. Talán már le vagyok. Ez lenne az első alkalom, hogy deszkába csempészárut rejtenek. Beviszem a bűnügyi laborba, hogy megröngenezzék. Fogadjunk, hogy van benne Batu. Hogyha a tét egy vacsora, tartom. Áll a fogadás. És hol a társad? Na, ismersz minket. Első a munka. Hello! Russ Granger, a férfi, akire egész életedben vártál. Ja, persze. Szerintem már is működik. Mi működik? A Granger varázs. A vonzerőm, aminek egyetlen nő sem tud ellenállni. Rendben, mi az igazi neved, Velvet? Szia, Russ! Várj, jó, kitalálom. A valódi neved Louis Untermeyer, és a kontinensről jöttél ide tanulni. Egy barátod szerezte ezt az állást, mert kellett a pénz, aztán a sulit is ott hagytad, hogy főállásban táncolj. Eddig stimmel? Mary Jane Kunkel, a pénz elmegy, a többi stimmel. Hogy találtál rám? Van egy radarérzékem, ami... az illatod alapján. Lefizettem a kidobót, ő mondta, hogy erre kocogsz. Követtél? Tulajdonképpen igen, csak hogy meghívjalak egy piknikre. Piknikre? Mi az? Nem szeretsz piknikezni? Imádok. De a tegnapi este után a legtöbb fickó máshogy képzelné el a randit. Igen, de én csak piknikezni akarok. Holnap, délben, itt találkozunk. Piknik. Édes. Eresz! Ne hívd a kidobót, ő küldött hozzád, Civi. Velve. Ki a fene vagy? Nem ismersz meg? A férfi, akire egész életedben vártál. Mondjam a rossz hírt. Csak hogyha jó is van. Jó. A szörfdeszkában nem találtunk semmit. Nulla Batu. De akkor miért adták át? Ezt mi sem értjük. Kekau most gondolkodik a következő lépésen. Mondjam a jó hírt. Légyszi. Mivel ez csak egy szörfdeszka, és történetesen az enyém is itt van... Deszkára. Rendben. Jó. Kilenckor nyitunk, gyere vissza később! Most nyitok. Ez Woody, én Umu. Francokat! Már megszak... Öregem, korom. Mi? Korom? Elmentünk Velvethez, de azt mondja, hogy már megalkuttunk veletek. Miről van szó? Oh. Nagyon király voltál. Az házok megismerik egymást. A legközelebb tandemezünk, jó? Rendben. Fel tudok nőni hozzád. Öregem. Ez maga a paradicsom, tényleg. Hát, Maybury. A kontinenstől legalább 10 év hátrányban van a kultúra, a művészetek. A bandaháborúk erőszak terén. Elmaradott. Paradicsomi. Igen, talán túl régóta vagyok itt. Mióta? Mindig itt éltem. Apám megjárt a Vietnámot. Anyámmal hazafelé menet ismerkedett meg, és végleg itt maradt. Meg tudom érteni. Kahuna kávét? Attól függ, ki fizet. Te! Hát akkor... Ezt nem hiszem el, ez a barom szörfözik vele. Nem gond, biztos nem ázott el a cucc. Durrancsuk meg. Azt hittem, kávét kérsz. De van kávé is. Meg egy kis sék, hibiszkusz, méz és makadámdió fagylalt. Megkóstolod? Még szép. Finom. Hey! Minden egységnek itt a kettes. Szörfdeszkát loptak a gyúk strandon, gyalog menekülnek.
Itt az Oahu 7-es. Már is indulunk. Itt a kettősök gyanúsított az Ala Moana parkban szállt. Megőrültél, Lolo! Semmit! Tényleg? Hol a társa? Meg a deszka, amit elhozott. Rendőrség! Ne mozdulj! Köszönöm. Ellopta a deszkámat. Ugyan, ez megbudjant. Ő az enyémet. Már ne haragudj, de téged el se bírna. Irány a központ. Na ennek annyi. Most mehetek busszal. Kavarnak. Elhagyják a mintát és elriasztják a futárokat, mielőtt tetten érhetnénk őket. Ne siránkozz, nem toltunk el semmit. Azt se tudjuk, hogy tényleg ők-e a futárok. Há, egy szamó, aki ellopja a deszkát. Tutira ők azok, Pete. Akárkik is futárok. Igen, és mi lesz, ha felhívják Nikit vagy Kamanót? Nem telefonálhatnak, a részegek és a randalírozók közé zárattam őket. Azzal nyerünk egy napot. És a két tök fejnek annyi hasznát se vesszük, mint eddig vettük. Bingo! A deszka uszonyban van a Batu minta. Az uszony a fémből van, azért nem találták meg a laborban. Szép kis labor, remek! Csapjunk le és szedjünk darabokra minden egyes szörf deszkát. Egy biztos. Ha ilyen óvatosak, akkor a szajré nem a boltban lesz. De az is, hogyha várunk, tutira eltüntetik az egészet. Nem várunk. Russell visszamegyünk, szólunk, hogy minden oké, és felállítjuk a csapdát. Nem megy. Kamano ismeri a két arcot. Különben miért lopták volna el a deszkát? Ezt majd én elboronálom. Hogyan? Figyelj és tanulj! Figyelj és tanulj! Jogos, túl rizikós. Ne vacakoljunk, a frontális támadásra szavazok. Itt nincs demokrácia. Cruz terve jó. Vigyétek el a szörfdeszkát a laborba, kérjetek házkutatásit a boltba. Nem szabad hibáznunk. Még több időt? Inkább kevesebbet. Igen, de a vevők még nem jöttek vissza. Keressétek meg őket. Próbáljuk. Tudjátok, hol vannak. A Hawaii Hiltonban szálltak meg, de ahogy mondtam... Lehet, hogy máshogy tesztelik. 24 óra, aztán... Keresek két új társat, mert itt cápacsali lesztek a Molokai csatornában. Beszédem van veled. Mi? Mit tettem? Claire. Mi van vele? Szeret téged. Mert csak most találkoztunk. Látod? Tudtam, hogy összetöröd a szívét. Nem igaz. Tényleg? Te is szereted? Nem tudom, én... Ajánlom, különben ne csokkolozgass vele. Leskelődtél utánunk? Szereted, mi? Igen, de ő engem nem. Dehogy nem. Mint egy kiskutyát, mint egy testvér talán. De két éve várom, hogy úgy nézzen rám, ahogy rád az első 10 perc után. Matt, sajnálom. Öregem, bánj vele jól. Ne okozz neki csalódást, különben összetöröm a csontjaidat. Jó. Ja. Mary Jane.
Hé, felültettél? Bocs, valami közbejött, nem tudtam jönni. Semmi vész, úgyis csak azért vártalak, hogy megmondjam, milyen szemét alak vagy. Mary Jane, mondom, hogy... Mondtál te sok mindent. Egy szó se igaz belőle. Várj, az első este te kevertél össze valakivel. Te belementél a játékba. Ugye szóltak, hogy keress egy fehéret, meg egy szamoát, igaz? Bocs, de ma fontos emberrel találkozom. Aki az, akinek kiadja magát. Hé, hey, én nem hazudtam neked. Ó, persze. Én se hazudok azoknak, akik Velvetet keresik. Mindketten őszinték vagyunk, mi? Rendben. És ki az a fickó? Az, aki a táncos nőket futtatja a partvidéken. Akinél egy év alatt annyi pénzt tudok keresni, amiből másod új életet kezdhetek. Nos, ez túl szép, hogy igaz legyen. Ha, ja, mint a piknik. Köszönöm, hogy eljött. Remélem tetszik, amit lát. Nagyon tetszik. Ez azt jelenti, hogy tanulhatok japánul? Hát. Mindenütt kerestelek. Jobban el kellett volna bújnom. Russ és én reggel elmegyünk közéjük. Még egyszer beszélni akartam veled. És utoljára? Ne így fogd fel. Erről van szó, nem? A fene. Pedig megfogadtam. Mit? Zsaruval sose. Gondoltam, a kontinensről jöttél. Hamarosan elmész, és egy flörtöt megengedhetek magamnak. Gratulálok, Claire. És tagadni akarod az érzéseinket? Én nem tudom. Ha akarnám, se tudnám. Mindig ez van, amikor megcsókolsz egy srácot. Igen. Úgy sóhajtasz, mint egy szerelmes. Én? Sose pókeresz, Claire, meg kopasztanának. Igen, talán jobb lenne, ha visszamennék a közlekedésire. Biztonságosabb lenne. Gondoltam áthelyezésre, de inkább a kontinensre. Sőt, egész pontosan Santa Monicára? Hát, jól hangzik. Kisebb, mint Los Angeles. Hasonlít erre. Ha ezt akarod, maradj itt. Mindig ez lesz a hazám. És valamikor visszajövök, de nagy a világ, és szeretném látni. Vegyél ki szabadságot. De ne azért, mert buksz erre a Bobira. Nem erről van szó. Aha. Ja. Ne fedjétek fel magatokat, amíg Kekau nem szól. El kell tűnnötök a szigetről, mielőtt rájönnek, hogy kik vagytok. Itt fog maradni. Kiről beszélsz? Bobira. Ide kéri magát. Ő mondta? Tudja, otthon nem érzi jól magát. Kori, a szülei halála... Nőügy, ugye? Bobby Cruise-nál mi más lenne? Hallom, van valakit. Mondhatni. Én meg, hogy egy csodálód meg akart ajándékozni a Tiffany's-ben. Igen. Hízelkő. Igen, de persze... Mielőtt megkaptam volna, nyomtalanul eltűnt. Nézd, sajnálom. Bobby, én sajnálom. Igazságtalan voltam. Sok szerencsét. Ma is, később is. Neked is.
Hé, aloha! Van itthon valaki? Titeket várunk. Hát, nagyon szép fegyver. Ja, és hogy működik? Nem akarod letenni? Nem. Oké, elárulnád, hogy miért? Szerintem tudjátok. Jó, kitalálom. Beállított két fickó futárnak adta ki magát. Pánikba estetek, hogy hűha, kinek adtuk ki a narkónkat? Hát, nagyon jó a dumája. Azt meg kell hagyni. Ezt eltalálta. Mielőtt butaságot csinálnátok, egy valamit elárulnék nektek. A két fickó zsaru. A kontinensről jöttek. Bobby Cruz és... ki is? Russ Granger? Ja. Nyugi. Csak egy papírt adok át. Ha? Csillenegel mondta, hogy az a kettő jönni fog. De mi lenyomoztuk őket, úgyhogy hálásak lehettek. Nick? Megfelel! Mi történt? Neved le. Mit mondott? Nem bízom a csókában. Valami olyat, hogy nem bízik Cruzban. A fenébe megszakadt. Szóval, itt van a cucc. Hé, hey, hová ez a sietség? Ja, meg kell értenetek, hogy mi nem így üzletelünk, világos? Akkor magyarázzátok el. Jó. Először is nagyon sok pénzt kell mutatni az őslakosoknak. Figyelj, Pete! Az első gyanús zajra azonnal betörünk. Ajaj, gond van. Mi az? Valami baj van? Szerintem igen. Méghozzá Bucky-nál. Bucky, várj! Szólok az őrmester. A francokat! Induljunk már! Bucky, ne! Őrmester! Őrmester! Bucky elindult. Nyugi, remekül csinálják. Utasítást kérünk. Na fel, megszakadt. Egyelőre csak közelítsenek. Ne üssenek rajtuk, a rádiókapcsolatot tartsátok. Maga meg az átka. Vidd hátra, Nick. Szóval a cucc a deszkák uszonyaiban van, igaz? Dehogy, haver. Az butaság lenne. Akkor meg hol? A sziget belsejében. Szállításra várva. Kerülünk egyet. Csak! Valami nincs rendben. Hűha, a fegyveresek! Hívjatok mentőt! Tarts ki, haver! Meghalt. Nem halt meg! Bucky! Pofa, Ben nem halt meg! Pete, meghalt! No, csak, hát ezzel meg mi történt? Folytatjuk.
next on Pacific Blue.